És itt a 9.9 Jazzin is eljött az a téma, amit beharangoztunk, amit, hát nem is kis állam, nagy állam talán, hanem a befolyásoló állam és a megengedő állam, vagy valahogy így lehetne talán szét, vagy elhatárolni azt a kétféle filozófiát, vagy kormányzati hozzáállást, ami engedi a gazdaságot a maga útján, minél kisebb beleszólással működni, vagy pedig megpróbál rá valamiféle hatást gyakorolni, és hát úgy néz ki, hogy itt Biden elnökségével egy ilyen 40 éves ciklus zárulhat le. Erről fogunk tehát beszélgetni Kasnyik Mártonnal, a G7.hu újságírójával. Szia, jó reggelt! Ja, várjál, nem adtam neked hangot. Most jó reggelt neked. Sziasztok, jó reggelt! Sziasztok. Nem hallottak már. Igen, most már tökéletesen. Így azért lényegesen egyszerűbb egy feltölt pótméterre. Na, szóval, ugye itt arról volt szó, hogy körülbelül régen óta, ugye, ott az volt a kormányzati policy, hogy a vállalat vállalkozzon. Hadd csinálja, hadd menjen. Most pedig ebben látszik egy ilyen nagyon erős fordulat. Hát igen, igen, szerintem talán ezt így két külön vágányon érdemes kezelni, mert szerintem a legérdekesebb ebben a mostani helyzetben az az, hogy azt látjuk, hogy az ilyen közgazdaság, mint tudomány, meg gondolatvilág, hogyan változik a külső világ hatalmi változásainak a hatására. Tehát ugye teljesen más volt a helyzet a 70-es évek végén, 80-as évek elején, amikor ez a régenizmus, meg a konzervativizmussal összekapcsolódott neoliberális gondolatvilág itt tulajdonképpen egy ilyen világ körüli hódító útra indult. Ez teljesen más helyzet volt, mint ami most van. Mert most egyrészt az amerikai, hazai politikai helyzet eléggé megváltozott, meg a geopolitikai helyzet is teljesen érdekes irányba ment el, és szerintem ezek azok a hajtóerők, amik a mögött vannak, hogy a gondolkodásmód, tehát a közgazdaságtani dogmák is megváltozóban vannak. És még erre talán rátett egy lapáttal a járvány is. Hát igen, igen, a járvány az szerintem ennek csak egy ilyen jó kifejezését adta. Tehát például mondjuk a járvány azért érdekes ebből a szempontból, mert adott egy ilyen külső ellenséget, akire lehet hivatkozni, tehát mintha egy ilyen kis mini világháború lenne, ugye azt is szokták mondani, hogy világháborúknál is mindig nagyon megváltozik a gazdaság, pedig már lehet ilyen hadigazdasági dolgokat csinálni, ami teljesen megváltoztatja az intézményi berendezkedést, ugye a második világháború alatt is ez volt ugye az USA-ban, hogy akkor alakult ki tulajdonképpen egy ilyen erősebb intézményrendszer, amit aztán a régenék egyébként lebontottak. És most a járvány is ad egy ilyen hivatkozási alapot, hiszen látszik, hogy egy csomó olyan ember, akinek ilyen nagyon törékeny munkahelye volt, és mondjuk a szolgáltató szektorban dolgozott, ők egy pillanat alatt az utcára kerültek, és nagyon gyorsan át lehetett tolni azt, még tavaly, amikor még Trump volt egyébként az elnök, hogy kapjanak közvetlen készpénztámogatásokat, ami korábban egy ilyen járványhelyzet nélkül abszolút elképzelhetetlen lett volna. És egyébként ez hozzá is járult ahhoz, hogy annyira népszerű lett az amerikaiak körében ez az újfajta gazdaságpolitika, hogy semmilyen ellenállás nincsen most már ezzel kapcsolatban a társadalom részéről legalábbis. Tehát korábban a politikusoknak mindig kellett arról beszélni, hogy jaj, hát a nagyállamnak már vége, ugye, meg nem akarnak nagyon belenyúlni a dolgokba, de amikor az emberek azt látják, hogy kapok egy nagy $1000 csekket, ami tökre segít nekem, és hát mindenki megkapja, nem csak azok, akik éppen rossz helyzetbe kerültek, mert ezt nehéz mindig megállapítani ugye egyenként az emberekről, univerzális program volt, akkor ez egy ilyen, ez nagyon megkönnyítette most ezt a változást. Igen, és nem csak, hogy kapnak egy jó nagy csekket, ebből nem lesz infláció, ettől még az eszközárak sem esnek le, hanem akár még azok is jól járnak, akik ebből a csekkből bármit megvásárolnak a tőkepiacon. Ilyet nem olyan láttunk korábban, ez is egy érdekes változás, nem? Hát abszolút, igen, mert szóval, hogy mondjam, az ideológiai része ennek a dolognak, vagy ahogy a közgazdaságtan látja a világot, az valahogy úgy néz ki, hogy volt ugye ez a régi elgondolás, ami szerint mindig szűkösség van a gazdaságban, és ezért ugye a munkát meg a megtakarítást kell ösztönözni. És ezért ezzel lehetett igazolni ugye ezeket a
régen is a ilyen neoliberális politikákat, amik a piaci koordinációt igyekeztek erősíteni, meg gyengíteni az állami beavatkozást. Volt sok privatizáció, adócsökkentés azoknak, akik sikeresek voltak, stb. Viszont az utóbbi években azt lehetett látni, hogy ezek az adócsökkentések ezek valójában nem segítettek ahhoz, hogy nagyon a beruházási ráta, mert sokan úgy látták, hogy igazából a kereslethiány a probléma. Tehát, hogy az már eleve az volt a probléma, hogy ugyan rengeteg vagyon felhalmozódott a vállalatoknak a számláin, amivel nem csináltak semmit, ugye, tehát például nagyon közismert eset az, hogy az Apple-nek a számláján ilyen iszonyatosan sok pénz van, ami gyakorlatilag egy ilyen offshore számlán pihen, semmit nem csinálnak vele. És hát elég sok hasonló helyzet van, és hát egy ezzel kell valamit csinálni, és ezért ugye sokkal igazolhatóbbá vált így intellektuálisan is az, hogy szükség van folyamatos, aktív állami politikára, tehát deficitköltésre például. Ami nagyon jól finanszírozható, mert ugye, ahogy Gábor is említette, az inflációt az most valamiért nincs, azt még nem tudják a közgazdászok se pontosan, hogy most mi ez a helyzet, meg miért nincs, de az nincsen. Amerika specialitása, igen. Igen, ezzel együtt alacsonyak a kamatok, ha alacsonyak a kamatok, akkor finanszírozható a deficit, ha meg finanszírozható, akkor megcsináljuk akkorára, amekkorára csak lehet. Ugye ez látszik ezeken a giga ösztönző csomagokon, amekkoráknak a volumene igen, soha igen, nem igen, látott igen. nagyságú. Igen, de amúgy az, hogy miért nincs infláció, a mögött ilyen évtizedes folyamatok vannak, hogy mondjuk a társadalom előregedése, ugye, hogy már nem olyan a korfa, mint korábban, hogy mindig több új fiatal van, akik követelik az új bért, hanem több a nyugdíjas, meg az is fontos, ugye, hogy a technológia megváltozott, máshogy vásárolnak az emberek, ugye az árösszehasonlító oldalak miatt sokkal nehezebb árat emelni, tehát csomó olyan dolog. Nyilván a globális árumozgás, az információ áramlás, ugye ez mind egy nagy piaccá tette az egészet, tehát a szűkösség nehezen alakul. Igen, viszont van egy, ami Amerika specifikus és érdekes, hogy szinte korlátlan a költségvetési mozgástér, mert a dollár marad, és stabilan úgy tűnik, hogy az is fog maradni a világnak a tartalék devizája, a menekülő eszköz, és mintha észrevették volna, hogy ezt nagyon jól ki lehet használni. Hát igen, ezt eddig is tudták, szóval, tehát, mert mondjuk hadseregre így is tudtak költeni a névi 600 milliárd dollárt simán, és azzal nem volt probléma, csak valamiért így otthon érezték azt, hogy ez a megszorítás, ez folyamatosan szükséges. Tehát ugye ezek a folyamatok, ami miatt így megváltozott a gazdasági alaphelyzet, az már legalább a 2008-as válság óta látható, viszont olyan politikai korlátok voltak otthon, ugye ezek a megosztott hatalom, tehát hogy ugye az elnök az bármilyen párti volt, így ritkán tudta teljesen átolni, amit akart, vagy amikor át tudta tolni, amit akart, a Trump a 2016 és 18 között az is inkább egy ilyen konzervatív adócsökkentést eredményezett igazából. Tehát most van először olyan felállás, és ez mondjuk sokakat meglepett november után, hogy a demokraták meg tudták szerezni egy a többséget a szenátusban, ami gyakorlatilag nulla szavazata, mert 50-50 van, és az alelnök dönt. Ezt tette lehetővé azt, hogy ők ilyen iszonyatosan szűk többséggel hát tudjanak tolni valamit, ami a fehérházból jön, és hát szerintem sokan arra számíthattak egyébként, hogy inkább ilyen felvízező dolgok fognak csak átmenni, de ennek pont az ellentéte lett igaz, mert ez a helyzet egy olyan ösztönzőt adott nekik, hogy inkább minél nagyobb irányba menjenek el. Uh-huh. Az is ilyetnek, mert hogy ez 2022-ben változhat, vagy ez is benne van? Hát persze, igen, ott folyamatosak ugye a változás, a politikai változások is, tehát valószínűleg úgy látják, nyilván az is hozzájárult ehhez, ugye, hogy ott volt egy ilyen kis populista miniforradalom január elején, amikor Trump hívei megrohanták a kongresszus épületét, tehát hogy van egy ilyen most vagy soha hangulat valószínűleg a amerikai politika baloldalán, hogy egyedül most lehet megcsinálni ezeket a dolgokat, amiket ők már egyébként régóta beszélnek róla, csak ugye nem volt meg a politikai lehetőség megcsinálni. Most viszont nem hivatkozhatnak erre. És hát igen, amit a Gábor korábban kérdezte, ugye, hogy ez a dollár tartalék deviza szerepe, tényleg lehetővé teszi azt, hogy gyakorlatilag bármennyi dollár eszközt kibocsássanak, a világban szinte biztosan lesz rá kereslet. Tehát vannak közgazdászok, akik azt mondják, hogy Amerika legfontosabb exportja az a
az az amerikai államkötvény, mert mindig meg fogják venni. Igen, hát igen. Jó példa erre Kína, ugye, aki egy irgalmatlan stokkon ül. Hát jó, hát akkor csak azon kell izgulni, hogy tényleg egy, hogy ez valóban egy paradigmaváltás, vagy csak egy átmeneti állapot, mert ezek a szétfolyó költségvetési hiányok még okozhatnak esetleg problémák. Hogyha... Jó, de Balázs, ezt mondjuk már mióta. Aztán, tudom, mert... tudom, persze, de mégis nehéz. Figyelj, bennem van a 2000-es évek New Economy, amikor az internet forradalom idején meghirdették, ugye, hogy ki lehet dobni az összes közgazdasági könyvet, mert most már egészen másról van szó, aztán mégsem lett más. Tehát én valamiért én mindig úgy állok hozzá, hogy azért itt még történhet bármi. Jó, hát meglátjuk. Igen, most még. Aha, jó. Oké, Marci, nagyon köszönjük. Jó munkát, szép napot kívánunk neked. Nektek is, sziasztok. Szia. Kassik Mártonnal, a G7.hu újságírójával beszélgettünk, és szerintem rohanunk tovább a órára pillantva, egy kicsit elszaladt az idő. Schmidt Andi fog nektek rövid híreket mondani, aztán jövünk vissza, folytatjuk a Millás segítét a 90.9 Jazzim. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A mozgás